őszintén hiszek abban, hogy amit csinálunk, az értékes. A hallgatóknak, akik itt vannak, élményt tudunk adni, tudást tudunk átadni, és ezáltal az ő életük, munkájuk könnyebbé és jobbá fog válni. Ezek prototípus autók. Minden évben új autót kell tervezni. Ne felejtsük el, itt még hallgatókról van szó. Korlátolt idő és erőforrás kerettel mégis egy éven belül létrehoznak a semmiből egy működő autót. Nagyon komoly mérnöki teljesítmény. Rengeteg olyan megoldással találkoznak a bírák, ami se szériagyártásban, se pedig versenytechnológiában nem használatos. Mindenkitől egyhangulag az volt a visszajelzés, hogy ez a leginspirálóbb közegek egyike, amiben részt vettek. Túl vannak egy egész évnyi megszakított munkán. Rengeteg áldozatot meghoztak, és egyszer csak ott van az a pillanat, amikor ez az egész beteljesül és értelmet nyer. És akkor ott szem nem maradt szárazon. Formula Student alapjába véve egy oktatási verseny, és ennek vannak az elméleti, a versenyszámai a statikus versenyszámok és a dinamikus versenyszámok. A Design Event versenyszámban az autónak a lényegi tervezését kell prezentálniuk a hallgatóknak az iparból érkezett bírák számára. A Cost and Manufacturing Event versenyszámnál sokkal inkább a gyártásra helyeződik a hangsúly, milyen gyártástechnológiákat alkalmaztak a hallgatók, mennyire volt az költséghatékony a megvalósítás során. És a harmadik eleme a statikus versenyszámoknak a Business Plan Presentation Event, ott pedig egy fiktív üzleti tervet kell kidolgozniuk a hallgatóknak, és ezt kell a bíráknak átadniuk. Ahogy a való életben, úgy itt ebben a projektben is nem csak mérnök-hallgatók vesznek részt az autónak a fejlesztésében és a csapatnak az egész éves munkájában, hanem közgazdász-hallgatók, kommunikációs hallgatók és akár más egyetemeknek a képviselői. A Formula Studentben a dinamikus versenyszámok, azok a versenyszámok, ahol a hallgatók által tervezett autók már a pályán versenyeznek. De mivel ez egy tanulmányi verseny, ezért az egyes versenyszámok mind külön disziplinák, amit mérnöki módszerességgel építettek fel a szabályalkotók. Tehát a gyorsulásnál arra koncentrálunk, hogy hogyan gyorsul az autó, mennyire jól van megtervezve a hajtóegység, a motor, a hajtáslánc. A skidpadnél, a 8-as alakú pályán autóznak a hallgatók, ott a futóművön, a járműdinamikai tulajdonságokon van a hangsúly. Az autocrossnál azon van a hangsúly, hogy mi a lehető legjobb köridő, amit képes kisajtolni magából az autó. Az endurance-on, amit sokszor a fő versenyszámnak szoktunk nevezni, az összteljesítményen van a fókusz, tehát lehetőleg gyorsan haladjon az autó, de állóképes legyen, tartós legyen, hiszen ott 22 kilométeren kell versenyezni. A Formula Student Easter szerintem az emeli ki az európai Formula Student mezőnyből, hogy itt a szervezők valóban részesei voltak a Formula Student élménynek, és tudják azt, hogy ez miről szól, átlátják azt, hogy például a statikus versenyszámon mennyire fontos a visszajelzés, milyen kérdéseket érdemes föltenni, és ezáltal így az elméleti tudás átadásának és annak a kurálásának egy igen magas színvonal zajlik nálunk. Az idei évben új helyszínre költöztünk, ez a helyszín pedig nem más, mint a Hungaroring. Nem csak mi örülünk ennek, hanem a versenycsapatok is. Az az épített környezet, ami ott rendelkezésre áll, és az a szellemiség, ahogy az ember belép a kapun, gyakorlatilag átivódik belé, az megismételhetetlen. Idén 84 csapat versenyzett, és jövőre el fogjuk érni a 100-as csapat létszámot, ami azért nagyon fontos, mert így gyakorlatilag Európa legnagyobbja így közé fog tartozni. Az a tény, hogy hazánkban van egy Formula Student verseny, a Formula Student East. Azt gondolom, hogy azért hoz nagyon nagy hasznot ennek a közép-kelet-európai régiónak és hazánknak is, mert van ennek egy olyan hatása, hogy ösztönözzük gyakorlatilag a jelenlétünkkel, hogy minél több csapat jöjjön létre, minél több egyetem legyen aktív.
illetve helyben is létrehoztunk egy olyan rendezvényt, ahol az ipari szereplők, akik minőségi profi munkaerőre vágynak, azok ezen a rendezvényen megtalálhatják nagy koncentrációban ezeket a kiváló tehetségeket. Egy évig voltam csapatkapitány, egy szezont vittem végig, de számolatlan olyan mozzanat van, ami mindig velem fog maradni. Amikor kétségbe esetten ott állunk az autó mellett, ami már éppen nem működik, de 4 nap múlva annak rajthoz kell állnia, és próbáljuk meg kitalálni azt, hogy mivel tudjuk megoldani műszaki problémáinkat, a műhely hiányt, és mindre megoldást találunk 2-3 órán belül. Ez egy Formula Student csapat életében szinte mindennapos, és kívülről szerintem ez teljesen hihetetlen belegondolni, hogy van a világon 600 ilyen önszervező gárda, akik ezekkel a problémákkal minden nap találkoznak és minden nap megoldják, és utána ezt, hogyha magukkal viszik az iparba, akkor nem fognak találkozni olyan kihívással, amit nem oldanának meg ott hirtelen. A rendezvényünkre nagyjából 100-150 iparból érkező bíra látogat el és segíti a munkánkat önkéntes alapon. Közöttük vannak mérnökök, projektmenedzserek, és különböző versenyszámokban segítik a hallgatókat visszajelzéseikkel. Az odaérkező mérnökök garantáltan új ötleteket fognak látni, amiből inspirációt meríthetnek a szakmai munkájukhoz, hiszen hol máshol lenne újdonság, mint egy egyetemisták friss elmék által tervezett versenyautóban, ahol nagyon fontos, hogy a technológiai innováció. Legyen szó akár például elektromos autózásról, vagy önvezető autózásról, hiszen ezek most kúráns témák a Formula Studentben. Ebből egyből át lehet emelni gondolatokat akár mindennapi munkába is. Ahhoz, hogy hosszú távon életképes maradjon ez a rendezvény, ahhoz egy gondolatiságnak kell megszületnie. Rendezvényből intézmény leszünk. És fontos az is, hogy ehhez, ez a folyamathoz, amíg ez megépül, próbáljunk partnereket találni, és ők is ezt a célt tudják vallani, ezért a célért tudnak tenni, anyagi, erkölcsi, tudásbéli erőforrásaikból tudnak áldozni, akkor ez egy sikertörténet lesz a továbbiakban is, és egy hosszú távú életpálya áll még előtte.